Nézzétek, milyen király pulcsit vettem. Az elmúlt években megtanultam, hogy sosem kell túlzásba vinni a tervezést, mert a dolgok úgysem úgy sülnek el, hogy az ember kitalálta. Ez egyrészt baromi idegesítő, másrészt viszont izgalmas, és csak hagyni kell, hogy vigyen magával az áramlás. Néhány hete elmeséltem nektek egy videóban, hogy hónapokra egy hajóra költözöm, ami a Kisantillákon fog közlekedni. Nos, egy-két dolog változott. Félre kommunikáltunk kicsit a munkadóval, amiben bevallom, én is hibás vagyok, a lényeg a lényeg, a hajón szinte az összes pozícióra több hónapos szerződést kínálnak, kivéve az enyémet, youth counselorként van több, esetenként 2 vagy 3 hetes próbaidőszak, és utána van a hosszú szerződés. Na, ezt én nem tudtam. Először bosszantott a dolog, mert nyilván nem akartam csak 3 hetet maradni, de aztán eszembe jutott, hogy mindig ez történik velem. Tervezek valamit, kuka, aztán jön valami jobb. Úgyhogy nem idegeskedtem, vártam, mi lesz, és a lehető legjobban sültek el a dolgok. A harmadik, utolsó hetemen a menedzserem megkérdezte, hogy nincs-e kedvem menni egy másik hajóra január közepétől, amire Új-Zélandon kell felszállni, majd jön Ausztrália, Tahiti, Hawaii, Alaszka, hát nem sokat kellett gondolkodnom. Annyit kértem, hogy az eredeti csatlakozási időpont helyett hadd menjek egy pár nappal később, mert máskülönben csak 2 napot lettem volna itthon a Karib-tenger után, aminek nincs semmi értelme, így lett egy hetem, ezért is jelentkezem most innen. És ennyi elég is ebből a hideg időből, mert nem erre vagyok hitelesítve. Hitelesítve? Szóval nem baj, ha hamar megyek vissza, és ez már nem próbaszerződés, meg voltak velem elégedve, úgyhogy ez már legalább egy bő fél évre szól. Úgyhogy kezdem a következő kalandot, és gondolom nyilvánvaló, hogy élveztem a próbaidőszakot, különben ezt nem vállaltam volna el. Szeretnék majd egy külön részt arról, hogy milyen az élet a hajón, és milyen helyeken jártam a Karib térségben, de erről kicsit később, mert ez a videó elsősorban valami másról fog most szólni. Ebben a videóban szeretnék tippeket adni nektek annak kapcsán, hogy hogyan találtam én a külföldi munkáimat, és hogyan tudtok ilyeneket találni ti is. Mindenek előtt megemlíteném, hogy van nekem egy honlapom, a beférek a bőrönbe.hu, amit sajnos kicsit elhanyagoltam az utóbbi időben, de találtok egy olyan menüpontot, hogy utaz úgy, hogy neked fizetnek. Itt kapásból találtok egy csomó ötletet külföldi munkákhoz, linkekkel kiegészítve, de amúgy ezen kívül is hasznos az oldal, mert rengeteg városhoz írtam úttervezőt, érdekes cikkeket és blogbejegyzéseket is. Eddig 4 nagy külföldi munkám volt, először egy környezetvédelmi önkéntes projektben vettem részt az EVS-en keresztül a török tengerparton 2013 végén. Erről nem fogok most többet mesélni, mert van róla külön videó a csatornámon, melynek címe, hogyan éltem ingyen Törökországban, az EVS élmény. A következő külföldi munkám az volt, amikor másfél évig angol tanárkodtam egy kis kínai szigeten, ezzel kapcsolatban rengeteg videót találtok a YouTube csatornán. Erről megint csak nem nagyon fogok beszélni, mert ennek több oka van. Egyrészt az utóbbi években szigorítottak, és nagyjából csak az kap ilyen munkát, aki angol anyanyelvű vagy angol nyelvű tanári diplomája van. Másfelől jó kapcsolatok kellenek, hogy megcsípj egy ilyen munkát, annó nekem is szerencsém volt, és amúgy nektek is, mert amikor én eljöttem onnan, akkor meghirdettem az állást az utódomnak, amire lehetett jelentkezni, kaptam is sok videót, és nem a levegőbe beszéltem, mert egyikőtök ki is jutott, és egy ideig csinálta a munkát, bár neki sajnos nem jöttek ki olyan jól a dolgok, mint nekem, így elég hamar hazament. Ezután jött Izland, és erről már tudok részletesebben beszélni, valamint erről is találtok kismillió videót a csatornán, amiket érdemes is megnézni, mert hihetetlenül gyönyörű az az ország. Én a vendéglátásban helyezkedtem el, és nem a fővárosban, ez azért jó, mert hogyha egy hotelben laksz, akkor ott adnak szállást és kaját, általában jelképes összegért, nálam például teljesen ingyen volt, így az egész fizetésedet félre tudod tenni. Hogyha a fővárosban, Reykjavikban dolgozol, ott a legtöbb esetben nem biztosítanak szállást, és az önerőből bizony brutálisan drága. Szóval éjszakai mindenes voltam egy hotelben, ami azért jó, mert késő délutántól és este magasabb az órabér. Egy hetet dolgoztam, aztán volt egy hét szünetem, tehát egy hétig zombi voltam, aztán egy heteket utaztam vagy pihentem. Na de hogyan kaptam a munkát? Először is jelentkeztem néhány magyar és angol nyelvű Facebook csoportba, ahol kaptam is pár jó tippet, melyik hoteleknek érdemes írni. Mert hogy ez a nagy titok, és ezt csináltam, írtam a hoteleknek. Ide szerencse is kell. Én sokat ültem a recepción, láttam, hogy jön napi 5 jelentkezés, és a legtöbb a kukában végzi, mert épp akkor senkire sincs szükség, úgyhogy jókor kell lenni jó helyen, de Izlandon rengeteg hotel van. Úgyhogy kell egy jó önéletrajz, és egy kísérőlevéllel együtt küld el annyi hotelnek, amennyinek csak tudod. A nyár a fő időszak, de engem is télen vettek fel, ráadásul 0 vendéglátós tapasztalattal, úgyhogy bárkinek összejöhet. Párok is jelentkezhetnek együtt, ez sem probléma, illetve angolból sem kell felsőfokúnak lenni, ha például a konyhára mész dolgozni, és nem a recepcióra. Ismétlem, én a vendéglátásról beszélek, ezen a területen nem olyan nehéz elhelyezkedni, és 2000 simán, de nyáron éjszakásként akár 3000 euró körüli fizetés is összejöhet havonta. A repjegyet te veszed magadnak, de heti 3-szor van fapados járat Reykjavikba, indulás előtt válts ki az EU-s tájkártyádat, vízum nem kell magyar állampolgársággal rendelkezőknek, és már kezdődhet is az északi élet. És most más vizekre evezve, szó szerint, 4. jelenlegi külföldi munkám a hajós meló. Sok helyen láttam, hogy ügynökségek hirdetik, hogy bizonyos százalékét vagy egyszeri összegét cserébe találnak nekünk ilyen munkát,
és nem tudom, hogy ez működik-e, mert én nem így csináltam. Én úgy csináltam, hogy Izlandnál egyből a társaságoknál jelentkeztem. Van sok nagy hajós társaság, például a Cunard, Royal Caribbean, MSC, Celebrity, Carnival, Norwegian vagy a Disney, és így tovább, és ugye mindegyiknek van honlapja. Ezeket meg tudod nézni, és szinte mindenhol van olyan, hogy állás lehetőség, láthatod épp aktuálisan milyen pozíciók vannak, és ami tetszik, arra tudsz jelentkezni. Én ezt csináltam, több társaságnál is jelentkeztem, ugyanarra a munkakörre. Na most már azért itt elkél a tapasztalat, olyan területre jelentkez, amit már korábban is csináltál. Én youth counselor vagyok, azaz a gyerekekkel foglalkozom, és hogy ezt megkaptam, azt a másfél év kínai óvóbácsiskodásnak köszönhetem. Ha jelentkezzél, lehetőleg minél több helyre, mert hogy egy társaságon belül is megpályázhatsz több pozíciót, akkor csak várnod kell. Ha rátalálnak, akkor megkeresnek, és következik a több körös Skype-os interjú sorozat, nálam 3 forduló volt, és utána szóltak, hogy megkaptam a munkát. Sok papírt kellett beszereznem, amerikai vízum, orvosi papír, elkölcsi bizonyítvány, online vizsga, és így tovább, de az orvosi papíron és pár egyéb apróságon kívül más költségem nem volt, mert még Kínánál és Izlandnál én fizettem a repjegyet, itt ezt is a cég állja. Ha amerikai területre mész, akkor az amerikai nagykövetségen tudsz C1D vízumot igényelni, ehhez kell a munkáltatótól a Letter of Employment, azaz a munkáltatói levél, ennek a vízumnak van költsége, de ezt a cég visszatéríti. De ha például új-zélandi területre mész, oda nem is kell vízum, Ausztráliába pedig tudod ingyen online igényelni. Nagyon olajozottan működik minden a hajós világban, Puerto Ricóban a reptéren vártak, ahonnan átvittek a hotelbe, másnap reggel pedig a hajóra. Egyébként szerintem életemben nem lepődtem meg annyira, mint a New York San Juan repülőjáraton, amikor a steward a nevemen szólított, és utána magyarul kérdezte meg, hogy mit kérek, hogy aztán mindenből 4-szer annyit adjon, mint a többi utasnak. Szóval akkor egy kicsit a hajós életről. Én imádom. Szuper programokat szervezünk a gyerekeknek, van például Silent Disco, ahol mindenki fejhallgató hallgat zenét, és választhat 3 különböző csatorna közül, szóval ha valaki belép a terembe, csak azt látja, hogy mindenki ugrál meg táncol, miközben teljes a csend. De van karaoke és bingo, kincskeresés a hajón, 2 program között pedig pingpongozunk, társasozunk vagy xboxozunk. Karácsony és új év alatt rengeteg gyerek volt, eléggé le tudtak fárasztani, de nagyon imádtam csinálni. Sok képzésen kellett részt venni az első héten, amik egyébként nagyon hasznosak, megtanultuk többek között a hajón használatos kódneveket, valamint minden héten van vészhelyzeti gyakorlat, ami kiemelten fontos nekünk, mert a kollégáimmal együtt mi felelünk a kicsikért. Van annyit nem lehet keresni, mint Izlandon, de itt sem nagyon nyúlsz hozzá a fizetésedhez, mert az interneten kívül a hajón semmi másra nem kell költened. Én annyira élveztem a munkát és a helyeket, ahol kikötöttünk, hogy amikor megkaptam az e-mailt az első fizetésemről, totál megdöbbentem egy pillanatra, mert elfelejtettem, hogy nekem ezért ráadásul még fizetnek is. Az étkezések is sokszínűek, és az entertainment csapat tagjaként megvolt az a kiváltságunk, hogy ott tehetünk, ahol a vendégek, azaz az Ocean View-ban. Ez majdnem a legfelső emelet, szuper kilátással, olyan, mintha 15 trófát egyben nyitottak volna, 15-ször jobb kajákkal, csak a desszerteket több méteres asztalt foglaltak el. A fagyipultos csaj már emelgette a szemét, amikor meglátott, mert nagyjából minden késő este munka után mentem az adagomért. És hát akkor talán a legnagyobb vonzerő ebben a munkában az maga az utazás. 3 hét alatt 9 országba jutottam el, és itt tennék is egy kis megjegyzést. Sokszor kérditek, hány országban jártam eddig, és fogalmam sincs, mert szerintem hülyeség számolni. Tegyük fel, hogy körbeutazom Magyarországot 7 nap alatt, azaz elmondhatom, hogy 7 országban jártam 7 nap alatt. Vagy utazgatok egy hónapot Ausztráliában, ami csak egy ország. Te melyiket választanád? Nem az számít, hogy hány országba teszed be a lábad, hanem az, hogy mennyi mindent fedezel fel időközben. Lehet, hogy valaki sokkal több mindent lát és sokkal több mindent él át 15 ország meglátogatása után, mint más 50 ország után. Most ennék egy kis kitérőt, mert tudom, hogy nem mindenkinek van lehetősége hónapokra hajóra költözni, vagy elég pénze egy egzotikus útra. A napokban megkeresett egy frissen indult cég, és miután megnéztem, hogy mit csinálnak, úgy döntöttem, hogy érdemes megmutatni nektek is. Az IELTS működése egyszerű. Letöltöttem az alkalmazást a telefonomra, és csináltam egy fiókot, hogy meg tudjam mutatni, hogyan működik a dolog élesben. Az alkalmazáson belül termékeket tudsz venni, de nem a megszokott módon. Van egy termék, ami X dollárba kerül, választunk valamit a kezdő oldalról, mondjuk ezt a bőröndöt, amit direkt miattunk tettek fel az oldalra. Egyébként erről és az összes többi termékről is találsz fotókat és részletes leírást. Tehát ez alapvetően 209 dollárba kerül, és ha te ezt meg szeretnéd venni, akkor beszállhatsz 1 dollárral, és így van esélyed, hogy 1 dollárért, azaz kevesebb, mint 300 forintért megkapd a 209 dolláros bőröndöt. Ha nem nyersz, akkor sincs baj, a befizetett 1 dollárod nem vész el, mert ugyanúgy le tudod vásárolni az OIOS felületén úgynevezett
úgynevezett passzív indollárként, ráadásul olcsóbban jutsz hozzá az egyes termékekhez, mint máshol. Ha nem gyűlik össze az egy dollárokból a termék eredeti ára, akkor visszakapod, amit befizettél. Tehát ha nyersz, akkor egy dollár fizettél ezért a bőröndért, de ha nem nyersz, akkor sem vész arra a pénzed. Én felraktam 20 dollár, szóval több termékbe is be tudok szállni, remélem valamelyik az enyém is lesz a végén. Az egyenlőség jegyében mindenki csak egy dollárra szállhat be, szóval nem az van, hogy valaki gazdag és betol 50 dollárt, egy valaki egy órában egy dollárral játszhat. Ha összegyűlik a termék ára megadott időn belül, akkor következik a nyertes véletlenszerű kiválasztása. Ha valamit nagyon szeretnél, akkor ha letelt az egy óra, újra tehetsz bele egy dollárt, akár többször is. Sokféle kategória van, szinte naponta új termékek kerülnek fel, én most sok mindenért versenyzek, és kíváncsian várom az eredményt. Azt is meg tudod nézni, hogy milyen termékekbe szálltál be eddig, mennyit tettél bele, és hogy mennyit kell még várnod, ha esetleg újra beletolnál egy újabb dollárt. És a bőrönnél sokkal értékesebb dolgokért is versenybe lehet szállni, vannak fent több ezer dolláros utak, autó, elektronikai cikkek, a kínálat folyamatosan változik. Ha valami megtetszik, csak rá kell nyomni az M-betűre hasonlító ikonra a képernyő jobb alsó sarkában, és már ott is vagy a pályázók között. Ahogy látjátok, nagyon egyszerű, regisztrálni kell, le kell tölteni az alkalmazást a telefonotokra, fel kell tölteni valamennyi összeget, és már indulhat is a buli, csak arra kell figyelni, hogy mennyi időd maradt az adott termékért versenybe szállni. És még azt is sikerült velük megbeszélni, hogy egy nyereményjátékot tudjak nektek hozni. Egyrészt nem mutatnék nektek ilyet, ha nem tetszene a koncepció, másrészt nem vállalnám el, hogyha nem tudnék nektek kedvezményt adni, úgyhogy sikerült kibulizni a nyereményjátékot, nevezetesen, hogyha rajtam keresztül regisztráltok azon a linken, amit beteszek a videó alá, akkor az első 209 regisztráló, mert hogy ennyibe kerül a bőrön, kap 1 dollárt ajándékba, tehát anélkül, hogy pénzt töltenétek fel, ki tudjátok próbálni az alkalmazást. Azt az egy dollárt bárhova betehetitek, de javaslom, hogy próbáljátok a bőröndöt megnyerni, és akkor valaki tuti befér a bőröndbe közületek. A 210. és utána az összes regisztráló pedig 10% jóváírást kap az első feltöltése után, azaz ha 10 dollárt tesztek fel, akkor 11 dollár lesz a nyitó egyenleg, ha 20-at akkor 22, és így tovább. Ami fontos, hogy ugyanazzal az e-mail címmel regisztráljatok, mint amelyikkel letöltitek majd az alkalmazást a telefonotokra. Találtok egy linket a videó alatt, ezt mindenképp csekkoljátok le, mert ebben tudjátok megkapni a kedvezményeteket. De most visszatérve a hajózásomhoz, igen, 9 országban jártam 3 hét alatt, általában csak pár órát, mondjuk ez pont elég volt ahhoz, hogy felfedezzem a tengerpartokat. Szeretném majd ezeket a helyeket jobban megmutatni nektek egy külön videóban, úgyhogy most csak egy gyors összefoglalás. A hajó San Juanból, Puerto Ricóból indult a hét elején, és ide is érkezett meg a hét végén, így többször is voltam. Első héten egy tengerpart, második héten egy másik. A szerződésem végén pedig volt egy teljes napon mászkálni a városban, és az óváros totál lenyűgözött. Az első állomásom Antigua volt, ahol első alkalommal csak egy gyors körbe sétálásra futotta az időből, de már annak is nagyon örültem, hiszen az Antillákon voltam, és legalább megtudtam, hol van a buszállomás, így következő héten már céltudatosan mentem oda, és onnan életem legszebb tengerpartjára, mint ez karácsonykor. Nem is volt kérdés, hogy egy héttel később, az új év első napján megint oda megyek, és akkor már a drónt is elvittem egy körre. Amúgy a buszállomáson a kérdésemre, hogy van-e strand a közelben, azt mondta az információs hölgy, hogy ez a legközelebbi, én meg kérdeztem, hogy szép-e, én meg azt válaszolta, hogy nem rossz. Ha erre azt mondja, hogy akkor kíváncsi vagyok, mire mondja azt, hogy gyönyörű. Na de hol jártam még? Voltam Szent Lucia szigetén, ahol felsétáltam egy dombra a jobb kilátás miatt, és ahol lefelé megállt egy kokárdos túravezető mellette, megállította az egész csoportját, amíg beszálltam mellé, és jó felségből bevitt a városba. Sétáltam Szent Martin szigetén, ahol csak délután tudtam kimenni, de mivel kivételesen délután helyett este 11-kor hajóztunk ki, így volt időm kicsit sétálni a tengerparton. Barbadoson is a tengerpartot céloztam meg, ahol volt is szerencsém szorkerezés közben összetalálkozni tengeri teknősökkel. Szent Kincen Nois szintén gyönyörű volt, hatalmas zöld dombok között kanyarogtunk a taxival, míg végül megérkeztünk egy szintén meseszép tengerpartra. Az amerikai Virgin szigeteken a strand szerencsére 3 percre volt, nem kellett taxizni, a helyi srácokkal röpisztem, aztán mojitót ittunk a tengerben. Mikor a következőnek itt voltam, csak wifi-t akartam keresni a kikötő körül, de végül hatalmas gyíkokat találtam. A dominikai közösségben minden zárva volt a városban karácsony miatt, de nem is volt baj, mert hosszas alkudozás után szereztem egy taxit, ami elvitt egy gyönyörű vízeséshez az esőerdő közepén. Hazafelé volt egy hosszú átszállásom Chicagóban, így volt időm bemenni a városba, és meg tudtam nézni a felhőt, ami már hosszú évek óta a fejemben volt.
Chicago amúgy szuper, nagyon tetszett a belváros, több videót is láthatok majd róla abban a részben, ahol részletesebben megmutatom a 3-7-es Karib-körút állomásait. Ja, és természetesen anyát továbbra is nyugtatgatom a különböző állomásokon, most már nem csak tábla, de póló segítségével is, ott ráadásul angolul is, mert mindig kérdezgették a külföldiek, hogy mit jelent a szöveg. Az új hajóra Új-Zélandon csatlakozom, illetve mire kimegy ez a videó, már csatlakoztam. 2-3 hónapig ott és Ausztrália körül fogunk hajózgatni, majd jön a többi hely, amit a videó elején említettem. Ennek egyébként nagyon örülök, mert ez az útvonal sokkal inkább kedvemre való, mint az egyik tengerpartról a másikra való hajózgatás. A 3-7-es próbaidőszakból kiindulva nem lesz túl sok szabadidőm, hát még internetem, de ennek ellenére majd továbbra is próbálok 2-3 hetente vasárnap feltölteni egy új videót. Ha szeretnétek látni épp hol járok, mert nem csak az országokat, de még a kontinenseket is pár hetente cserélem, akkor keressétek meg az Instagram fiókomat, oda mindig igyekszem feltölteni, melyik városban is vagyok. Ugyancsak megtaláltok Facebookon, és ha tetszett a videó, akkor legyetek oly kedvesek és iratkozzatok fel a csatornára. Ha bármi kérdés merülne fel bennetek a munkavállalással kapcsolatban, akkor azt tegyétek fel kommentként, amint tudok, válaszolok, és próbáljátok egymást is segíteni, mert biztos vagyok benne, hogy vannak köztetek tapasztalt világjárók. Ha külföldi munkára vártok, remélem összejön nektek, mert kevés jobb dolog van, mint beutazni a világot. Addig pedig bárhol is vagytok, vigyázzatok magatokra!